sziasztok! Ez egy Vamtec EPS 1602-es labortápnak a terhelés tesztje. Miért a konyhába vagyok? Mert itt van egy remek műterhelés ilyen nagyobb feszültségekre. Ezt ugye 230-240 voltra tervezett 2 kW-os sütő, ez lesz a műterhelésünk. Most először is ez a táp ugye 160 volt 2 amper tud, úgyhogy ilyen szélsősége, ez pedig itt most egy multiméternek használjuk, ha valaki ismeri, ez az Ovonnak az SPM6103 multiméter és labortápja. És ennek a példánynak a multimétere 2-3 millivolton belül van egy kalibrált flukhoz képest, egy nagyon pontos asztali multimétert láthattok, 9,965 ezred volt, amikor 10 voltot állítok be, terhelés nincs rajt. És akkor most rá fogom tenni ezt a sütőt, így rákapcsolom. Ez 3,6 watt, mert 364 milliamper fogyaszt, és ez a feszültség ezen a terhelésen 950 ezred. És amikor nem terheljük, akkor pedig 967 ezred. Olyan nagyon nem esik ennek a terhelésnek a hatására, ez egy 2 amperes táp, szóval több mint 10%-kal van terhelve már áram szempontjából. És ezt megnézzük, egy elég hülye feszültség ez neki, 15 voltról is. Ugye a 15 volt így simán az 14,956. Itt természetesen már 544 milliamper, és annak hatására 14,920 ezredre estünk vissza. Ez egy olyan 35-37 millivoltos esés volt. Mekkora áram? Még egyszer nézem meg. 500 milliamper, ez negyed terhelés áramilag. Egyébként azt, hogy megnézem, hogy az áram korlátja, de ez föl van tekerve maximumra. És akkor nézzük meg ezt 20 voltom. Aztán megyünk fölfelé, ameddig bírjuk 2 amperig. A 20 volt az 19,960, terheve pedig 900, szóval itt 60 millivolt esés van már 730 milliamper hatására, ami csak 14 watt, de áram szempontjából már egyharmadra ki vannak terhelve az alkatrészei, mert ugye az áram az folyik, ez mindenen ugyanúgy átfolyik. Levettük a terhelést. Meddig lehet ezzel vajon fölvenni? És ezt megnézzük 25 volton is, ami 24,93 terhelve. Majdnem 1 amper, az már 24,87. 870, 87, 90. Olyan nagyon nagy esése nincsen. Na, 30 volt. 30 voltunk, az 29,93 és terheve már 1 amper, fölött vagyunk, 29,87. Terhelés nélkül meg 90, hát itt sincs a 100 millivolt. Na, 35, azt még tuti elbírjuk, addig megyünk, amíg bírja. Ez már 1,2 amper, 1,3, majdnem 1280 milliamper. És beterheve 34,87. Terhelés nélkül meg 34,93. Ez nekem olyan 9,30, 8,70. Ez egy olyan 60 millivolt. Valami lehet, hogy bekapcsolt a hűtése. Ahogy lekapcsoltam a terhelést, ki is kapcsolt. Menjünk 40 voltra. Növekvő terhelések vannak, ugye? Mehet? Ez 39,92, terhelve meg 39,86. Ugye kevesebbet tesik, pedig már majdnem másfél amper, szóval majdnem a maximális tudása a tápnak. Miért esik kevesebbet? Azért, mert ez egy 160 voltos táp, és ezt nem 10 voltok beállítására tervezték, hanem inkább ugye a fele, meg a maximum között. Szóval az a 80, közeledünk a feléhez, ugye már a negyede megvan, itt már egész jó érzi magát, 39,86. Terhelés nélkül meg 92, szóval 60 millivolt, nem sok. Menjünk 45 voltra, ami 44,92, beterhelve pedig 85, itt is egy 86, 40-50 millivoltot esünk, és 1,6 amper. 50 volt, még mindig nem értük el a felét sem, ugye 160 voltos a táp.
50 volt, ez 49,9, terheve meg 85, ez nagyon jó, 50 milli volt, 60 milli volt. Nézte valaki az áramot? Elfelejtettem, biztos néztétek, 1,8 amper, hát sokat már nem tudunk emelni rajt. 55 voltom, még vele férünk, ami 54,9, 2 ampert átléptük, és ez a papíron, ez 2 amperes táp, itt már 110 watt, szóval wattosan is azért már ez valami, és ha megnézed, hiába van 2 amper, azaz névlegesre kiterhelve, 54,84 terhelés nélkül meg 91, szóval 60 millivoltot esik így is, nagyon jó. Még talán a 60 belefér a 2,2-be, de ez már ilyen extra tudás, de lehet, hogy nem. Nézzük. Hát ez itt mindjárt CC lesz, ez a maximum 2193 milliamper, 131 watt, 59,86 volt, és terhelés nélkül pedig 91, ugyanaz az 50 millivoltos esés, teljes terhelésnél, mert valaki megjegyezte, hogy 3-4 voltot estek neki a tápok, amikor terheltek, közben azért van, hogy a kezemben fázik, legalább ez meleg itt. Most itt kisebb ellenáll, vagy nagyobb ellenállású fogyasztót kéne ráakasztani, hogy talán a konyhába még találok valamit, mindjárt hozok, hogy följebb mehessünk feszkóba. Talán a sütő, hogy megnézzük, hogy így 60 volt mellett engedélyezze van, egy csak felső az. Amennyi? Ilyen kevés lenne. Ja, nincs ráállítva hőfok azért. 1,2 amper. Na, itt akkor mehetünk tovább feszre. És mondjuk itt érdekes lesz ezt kikapcsolgatni. Teljesen most nem tudom levenni, mert hőfokot szabályozok. Szóval 45 milliamperes terhelés mellett 59,61, és amikor rajt van az 1,234 milliamper, akkor 59,86. Na most akkor menjünk följebb feszkóba, mert ugye az volt a cél, mondjuk 70 voltra, ami 69,89, és akkor beterheljük 1,44 amperre, 69,85. Ugye ez se rossz. Most nem terhelj, mi ott tekertem én vissza itt a sütőn. Mert hogy nem. Így. 69,9 terheletlenül. És... no. És 69,850 millivolt, 60 millivolt, 1,4 amper mellett. Ez nagyon prima. Akkor ennyi 80 voltra. 80 volt, az 79,88. És 1,6 amperre terheve 79,83. Ez 130 watt úgy szintén. A 80 volt az a feszkónak a fele, szóval itt jól érzi magát. 79,83 terheletlenül 79,88. Nagyon keveset esik. Menjünk 90 voltra. Hát már egyre jobb, ha működik a táp. Az 89,86. És ez 1,840 amper, 89,81, mennyi terheletlenül? 89,86, megint az 50 millivolt. Na még a 100 volt belefér-e. Ez már fél táp majdnem a sütőnek. Igen, ez már teljesen a névleges közeli. 200 watt, 203,9 watt, amit fogyaszt a sütő. Így 100 voltra, és 2,2 amper, és itt 99,78-at tart terhelés nélkül. 99,83, még egyszer tegyük rá. 99,78. Nagyon jó, 40 milli volt. Ezért mondom, amikor már közeledünk a felét elkerüljük, és fölfelé vagyunk, ez egyre jobb. Csak most kéne egy kis, még kisebb, vagy még nagyobb ellenállású fogyasztó, ami nem lesz, mert így megy alsó-felső. Kapcsolgattam a sütőt, de ennél csak nagyobb fogyasztásokat tudok elérni. Ez volt ez a grill, vagy nem tudom minek volt a csak alsó sütés, azt hiszem az volt a legkisebb. És nem tudok kisebb terhelést sajnos így ezen a feszültségen elérni.
Úgyhogy ennyi volt ez a videó. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. A Vamtech megint jó teljesített. Sziasztok!